Több száz éves múltja van a Mária Kéméndi német búcsúnak. A mai napig élnek a kegyhelyen annak a családnak a leszármazottai, akik láttak Mária jelenést. Ennek hatására készült el a kegytemplom. Ezért is tartották fontosnak, hogy ez a hagyomány fennmaradjon. Egy hosszabb szünet után 5 éve kezdett ismét feléledni a településen a németek búcsúja. Most a német búcsú az, ami ilyen szépen az utóbbi néhány évben kiteljesedett. Most már gyalogos zarándoklatot is szervezünk erre. Az idejében Nagyparról indult reggel a gyalogos zarándoklat. Több települést érintettek, Erzsébet, Szellő, Kátoly és Mária Kémind lett a célpontjuk. Ők gyalogosan érkeztek, nagyon szép útvonalon, tulajdonképpen a felfestett Szent Márton zarándok útvonalán érkeztek meg, és így egy 16 kilométer maradt az ő lábukban, és a jó leső fáradtsággal itt a kegyhelyünkön megpihenhetnek a mai nap. A fellendülő hagyomány mellé a német önkormányzat odaállt, és azóta ismét rendszeresen tartanak búcsúkat. A mostani nagy projektjük a templom felújítása. Ez most december 31-ig elkészül, a külső festés és a nyilázárók cseréje, a püspökséggel aktív a kapcsolatunk, ez most a második és a harmadik szakasza lesz a templom felújításának. Az első szakasz a teljes tetőnek a megerősítése, illetve a sekrestye fölött kompletten cserélni kellett. És aztán reménykedünk benne, hogy a belső festése is egy-két éven belül lesz lehetőségünk. Sok egyéb programjuk is van azért, hogy az itt élő német nemzetiségek büszkék legyenek identitásukra. A Kisboldogasszony napi német búcsú alkalmával szabadtéri kulturális zenés műsort is rendeztek.